a szabadságot hoztad. A szabadságot hoztad el nekem, amit minden népek óhajtanak. Nem csatamezők nagy diadalában, csendes imában vívtad harcodat. A szabadságot hoztad el nekem, az evangélium szent zászlaja alatt, hirdetted jöttét égi üzenettel. Örök békét jövendőltél, szent szavad. Csendes szóval jöttél az alázat útján, békességem koronás királya, mi sóhai éjszakák csendjében vívtad harcod, gyötrődő imákba. Hányszor vitted ezt a bűnös embert, könyörögve az Úristen elé, hogy szolgasorsom oldozd fel benned, úgy indultál a Golgota felé. Hányszor omlottál le térdeidre, míg vitted helyettem a büntetés fáját, s megtört szíved remegve mondta-e a kereszten még utolsó imáját. Thank you.
Kerességi Isten tiszteletünk alkalmából szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a keresztségre megjelent keresztelendőket, Gergőt, Henriettát, Istvánt, Csillát, Juditot és Andrást. Szeretettel köszöntöm a családtagjaikat, rokonaikat, barátaikat, a pécsi és a nálgocsi gyülekezet minden egyes tagját, minden megkeresztelt testvét, és szeretettel köszöntöm a vendégeket is. Nagy öröm számunkra a mai nap, mert két gyülekezet vonzás köréből összesen hatan jelentkeztek arra, hogy az Úr Jézussal a mai napon egy egész életre szóló szövetséget kössenek. Nálgocsról három személy, Kis Gergő és felesége, Kis Henrietta, valamint Györke István. A pécsi gyülekezet vonzás köréből pedig Mauks Csillát köszöntjük szeretettel, Horváth Juditot és Táncos Andrást. Kedves keresztelendők, kedves testvéreim! Nyissuk meg a Szentírást Isten tiszteletünk alapigéjénél, az Apostolok Cselekedetei 22. fejezeténél. A 22. fejezetből olvasom az Isten igéjét a 14. verstől. Ő pedig mondta, a mi atyáinknak Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz igazat, és szót hallja az ő szájából. Mert leszel néki tanúbizonysága minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál. Most annak okáért mit késlekedsz? Kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül hívván az Úrnak nevét. A most felolvasott bibliaversek Pál apostol életéből egy mozzanatot elevenítenek föl, amikor Pál apostol a honfitársai a zsidók előtt visszaemlékezik a megtérésének a történetére, és a keressége előtti pillanatokra és mozzanatokra, és tanúságot tesz sok honfitársa előtt arról, hogy hogyan találta meg az Úr Jézust, hogyan tért meg, hogy ők is hallják, hogy milyen csodálatos az Úr Jézussal élni és járni. Mivel ezek a sorok le vannak írva a Bibliában, ezért ez kinyilatkoztatás. Ez nektek is szól. Amit az előbb felolvastam, kedves keresztelendők és kedves testvérek, ezek nektek is szólnak. Három dolgot szeretnék kiemelni ebből röviden. Ami atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát. Kedves keresztelendő, te az Isten választottja vagy.
azért, hogy megismerd az ő akaratát. Másodszorban tanulja leszel neki minden ember előtt. Harmadsorban, ezért ne késlekedjél. Kelj fel, és keresztelkedjél meg, és mosd le bűneidet, segítségül hívván az Úrnak szent nevét. Azért vagy ma itt, a Jóisten kegyelméből, mert valamelyest megismerted az ő akaratát, és annak akarsz engedelmeskedni, hitből és iránta való viszont szeretetből, mert megtapasztaltad az ő szeretetét, mert hívott, vonzott téged, Fia Jézus által, éveken keresztül, utánad nyúlt, küzdött érted, azért, hogy most itt állhass, és hogy végleg át tud neki adni a szívedet. Megismerted jó atyánknak minden emberre kiterjedő, egyetemes, üdvözítő akaratát, és nem utolsó sorban kerested és megtaláltad a saját életedre nézve, hogy mi lehet az Istennek az akarata rád vonatkozóan. Fölteszem a kérdést. Mi alapján ismerheted fel Istennek rád vonatkozó személyes akaratát, azon túl, hogy te is üdvösségre vagy kiválasztva, meghívva, hogy tanítványként élhess ebben a világban, tanúságot téve a te megváltódról Krisztusról? Azt gondolom, hogy amilyen képességeket kaptál a Jóistentől és adottságokat, azt az életidőt, amit a Jóisten neked adott, azt az egészséget, amivel rendelkezel, vagy amikor olvasod a Bibliát, és benyomásokat tesz a Szentlélek az Isten igéjén keresztül a lelkedre, vagy amikor imádkozol, vagy a hittestvéreiden keresztül is az Isten szólhat rád, szólhat hozzád, és felismerheted az ő szent akaratát mindezekből. Ne feledd el, hogy téged a mindenható Isten választott ki arra, hogy a legnagyobb méltóságban legyen részed. Tudjátok, mi az a legnagyobb méltóság? Isten gyermekének lenni ebben a világban. Legnagyobb méltóság. Lehet, hogy a világban ez nem nagy gyönyörűség és szenvedéssel jár, de az Isten angyali előtt ez egy hatalmas nagy dolog, hogy az Isten gyermekévé leszel. Ehhez, hogy az Úr engedelmes szívű gyermekévé válhass, minden nap meg fogod kapni az erőt a mindenhatótól. Mert ő arra vágyakozik, hogy téged betöltsön, megajándékozzon téged az ő mindent meghaladó szeretetével. Jézus ma is mondja neked, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök maradandó legyen az örök életre. Az az Isten akarata, hogy ti szentek legyetek. Ez így szó szerint benne van a Bibliában, az Új Szövetségben. Az az Isten akarata, hogy ti szenté legyetek. Mit gondoltok, az Úr Jézus miért mondta azt, hogy legyetek tökéletesek, amiként a mi mennyei atyánk is tökéletes? Csak úgy mellékesen, hogy odafűzte úgy a mondandójába, hogy ezt komolyan gondolta. Komolyan. Legyetek irgalmasok, miként a ti mennyei atyátok is irgalmas. Mennyi kemény szívű ember van, és egyre keményebb szívű emberek lesznek a világban, ahogy a helyességre jut. Ti legyetek irgalmasok. Engedjetek meg. Szeressetek. Járjatok elő jó példával. Abban a közegben, ahol éltek. Ehhez azonban állandó és bensőséges kapcsolatba kell maradnotok Jézus Krisztussal, aki az Atya képmása, az ő szerelmes fia, hogy naponta szemlélhesd őt, az ő csodálatos jellemét, tisztaságát, szentségét, és hogy értékeld azt, hogy meghalt és feltámadt, érted is, hogy elváltozhassa az ő képmására, szemléld őt, hogy el tudj változni az ő képmására. Krisztussal kapcsolatban arról a szeretetlő írja Pál apostol, Krisztus szeretete szorongat minket. Krisztus szeretete ragadott meg az életednek egy adott pontján, és vonzott magához, hogy elérkezhessen ez a mai nap. Ő hűséges volt hozzád. Légy, maradj te is hűséges hozzá. Azért ragadott meg, hogy most ne önmagunknak éljünk, és ezután, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadott. Mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és eljuthasson az igazság ismeretére. Kedves keresztelendő testvérem, részt akarsz-e vállalni abból a hatalmas és szent munkából, ami az emberek üdvösségért folytatott nemes és igen nehéz küzdelem? Részt akarsz vállalni ebből? A szívedben adjál erre választ. Hajlandó vagy átadni az életedet a megváltódnak Jézus Krisztusnak,
hogy az ő isteni ereje és szeretete mind jobban átformáljon téged. Végig akarod-e járni a megszentelődés útját az ő kegyelméből? Akarod-e hirdetni az örökkévaló evangéliumot? És a hármas angyali üzenetet, amit az Isten az advent népre bízott? A szavaiddal és az életeddel hajlandó vagy erre? Abban a közegben, ahol neked életed, ahol neked lehetőséget fog nyitni, és kapukat, hogy ezt képviselni tudjad. Akarsz-e Krisztus hűséges társa lenni egy életen át, minden körülmények között? Ezekre a kérdésekre a szívedben adhatod meg a választ. Ha döntöttél, és átadtad az életedet megváltódnak, akkor Isten hatalmas eszköze lehetsz a jóra. Ebben a világban a hittestvéreiddel együtt Krisztusra mutató jel, Krisztus jó illata, hogy a munkatársaidat, a családtagokat, és akik a környezetedben élnek, azokat Krisztushoz tudjad vonzani. Ha ezekre a feltett kérdésekre igennel tudtál válaszolni a szívedben, akkor már most elkezdődött az, hogy te már most tanúja vagy Jézus Krisztusnak ebben a világban minden ember előtt. Ez a második dolog, amiről szólni szeretnék ma neked. Jézusról csak az az ember tud tanúságot tenni, aki személyesen megismerte őt. Aki az igéjét komolyan vette, és megpróbálta azt megélni az Isten kegyelméből. És egy bensőséges kapcsolatba került vele. Az az ember képes tanúságot tenni róla, akit megragadott Krisztusnak a szép jelleme és szeretette, és azáltal, hogy nem akar közösséget vállalni a bűnnel, azáltal alkalmassá tette magát arra, hogy mint edényben az olaj ott lakozhassék a szívében a Szentlélek. A Jelenések könyvének 11. fejezetében szerepel a két hű tanúbizonyság. Két hű tanúbizonyság, amelyik 1260 évig profétált gyászruhában. A középkor folyamán. Melyik ez a két hű tanúbizonyság, amelyik a középkor folyamán gyászruhában kényszerült profétálni? Ez az Új és az Új Szövetség üzenete, amelyet az akkori hitvallókon keresztül, a valdenseken, a huszitákon és a lollardokon és még más biblikus csoportokon keresztül képviseltek és megszólaltatták. Ők is azért tudták vállalni a szenvedést, a megpróbáltatást, és sokan köztük a mártíromságot, a vértanúságot, mert tanulmányozták a két hű tanúbizonyságot, mind az Új Szövetség iratait. Megismerték belőle Krisztust, megismerték az Isten irántuk való mindent meghaladó szeretetét, és az életüket föl tudták erre tenni, és boldogan vállalták a missziós szolgálatot, a Krisztus életet, és ha kell, akkor a vértanúságot is. Mi azért profétált gyászruhában ez a két hű tanúbizonyság, mert az emberek elől hivatalosan el volt rejtve az Isten igéje, a Szentírás. Ma nem ez a helyzet. Ma bárki olvashatja a Bibliát. Mégis milyen kevesen olvassák és tanulmányozzák azt rendszeresen. És ahhoz képest, hogy milyen kevesen tanulmányozzák, abból a csoportból is még kevesebben vannak azok, akik aszerint is akarnak élni. Kedves keresztelendő testvérem, te és én is, mi mindannyian tartozzunk e kevesek közé. Igaz, hogy ez majd a mennyben egy nagy sokaság lesz, minden nemzetből, nyelvből is, ágazatból, de az elveszendő tömegekhez képest kevés. De tegyünk meg mindent, hogy minél többen megismerjék az Isten szeretetét és az ő igéjét, és az ő üdvösség, az ő egyetemes üdvözítő akaratát. A Jóisten tud kevés, vagy akár sok által is győzelmet szerezni. Ismeritek a példát, csak utalok a Bibliából Gedeonra, Gedeon csatájára, hogy 300 emberrel is tudott a Jóisten győzelmet szerezni az ő népének. Egyetlen egy dolgot kér tőletek, legyetek Istennek odaszentelt emberek, akik a szíveteket, képességeiteket, időtöket, energiátokat oda szentelitek az Isten művére, a családban, a gyülekezetben, a munkahelyen, és ahova titeket a Jóisten állított. Harmadsorban, azért ne késlekedjél,
kelj föl, mosd le bűneidet, segítségül hívván az Úr nevét. Itt a keresztenendő között most olyan valaki is áll, vagy ül, aki az elmúlt alkalommal, amikor itt keresztség volt, akkor döntötte el, hogy meg fog keresztelkedni. Ezért neki is lekedjél, te sem. Kelj föl, mosd le a bűneidet, segítségül hívván az Úrnak szent nevét. Az alámerítéssel történő felnőtt keresztség nem csak szövetségkötés Krisztussal egy egész életre, hanem annak a jele, hogy felülről megtörtént az újjászületés, a hit és Szentlélek által a keresztenendők szívében. Mi hisszük ezt, és bízunk benne, hogy megtörtént remélhetően ez az újjászületés, és az Istennek az élete elkezdődött az ő lelkükben. Most ezt fogják megpecsételni ezzel a keresztséggel. Amikor alámeríti őket a lelkésztársam, akkor eltemetik a régi ént, a bűnös ént, a múltat eltemetik a hullámsírba. Így Krisztus halálában részesednek, és amikor kiemeli őket a lelkész, akkor föltámadnak egy új életre. Jelképezi ez, hogy részesednek Krisztus feltámadásában is. Mennyei Atyánk Jézus Krisztus érdemeire való tekintettel egy összegben a mai napon megbocsát nektek minden bűnt, és eltörli a ti bűneiteket. Ezért bánjátok meg bűneiteket, kérjétek, és hívjátok segítségül az ő szent nevét. Miért kellene segítségül hívni az ő szent nevét? Mire? Arra, hogy amiképpen vettétek a Krisztust, aképpen járjatok is ő benne. A megkezdett úton, amit már elkezdtetek évekkel ezelőtt, és most elérkeztetek egy döntő szakaszhoz, ezt nem csak elkezdeni kell, hanem végig is kell menni, egészen az üdvösségig. Gondoljatok arra, hogy ezen az úton maga Jézus Krisztus a jó pásztor halad előre. Ő az út. Nem kell erről letérni erről az útról, de ő a jó pásztor is, akit követünk. Ezért ne szaladjatok előre, ne előzzétek meg az Úr Jézust a félelmeitekkel és az aggódásaitokkal, hogy mi lesz a jövőben. Erre nincsen semmi szükség. Jézus biztosan célba vezeti az ő népét, az üdvösségre. Ne féljetek a holnaptól. Ne szomorítsuk meg ezzel az Urat. Ő az, aki halad előre, és vezeti népét a mennyei Jeruzsálem felé. Jézus Krisztus az egyház feje. De ne is maradozzunk le az úton. Mivel lehet lemaradozni az úton a Krisztus követésben? Akkor, hogyha a körülményekre tekintetek, az Isten népének az állapotára, annak létszámára, vagy ki tudja milyen körülményekre tekintetek, vagy az életetek nehézségeire, akkor bizony elcsüggedhettek és lemaradozhattok ezen az úton. Ne tegyétek ezt. Ne vegyétek le a pillantásotokat, a tekinteteteket Krisztusról. Gondoljatok Péter apostolra, amikor Jézus azt mondta, hogy lépjél ki a bárkából és jöjj felé. Levette a tekintetét Krisztusról, nézte a hullámokat és a vihart, azonnal süllyedni kezdett. Jusson eszetekbe ez a kép, ha Krisztust fogjátok követni, rátekintetek, akkor nem fogtok elsüllyedni a hit útján, amelyen ma egy komoly mérföldkőhöz érkeztetek. Minden dolgotokat, csalódásotokat, fájdalmatokat, félelmeteket mindenek előtt Jézus Krisztussal a belső szobában, az imádságban beszéljétek meg. Ez azért fontos, mert ha nem ezt teszitek, hanem valaki mással beszélitek meg, anélkül, hogy Jézussal ezt már belső szobában elrendeztétek volna, akkor szintén lemaradoztok ezen az úton. Sőt, még másokat is esetleg erre késztettek, hogy ők is lemaradjanak. Mert amikor Jézussal már megbeszélted a fájdalmadot, csalódottságodat, vagy bármit, akkor a méreg és a vád eltűnt a szívedből. Akkor a megbocsátás maradt. Akkor már csak a szeretet maradt. És akkor bármit mondasz a hittestvérednek, akkor az jó gyümölcsöket fog teremni. Ezen kívül, kedves keresztelendő testvéreink, érezzetek felelősséget a gyülekezet minden tagjáért. Mindenkiért, aki Krisztus nyomában lépett. Figyelmeztessetek minket is arra, hogy Krisztus megparancsolta nekünk, hogy úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja barátaiért.
figyelmeztessetek minket is, és mutassátok be ezt a szeretetet, mert nem akarunk mi sem eltévedni ezen a megkezdett úton. Végig akarunk veletek menni az üdvösség útján. Szükségünk van rátok, és hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy titeket hittestvérekül adott nekünk, hogy így egymás kezeit tudjuk erősíteni a jóban, az imában, az Úrért való munkában egy életen át. A rómaiakhoz írott levélből szeretnék még egy igeszakaszt felolvasni, a 6. fejezetből. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásé szerint is azok leszünk. Tudván azért, hogy ami ó emberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik, mert hogy meghalt a bűnnek. Bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testeteken, ne engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül, a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat az igazságnak fegyvereül az Istennek. Nem mindegy, kedves keresztelendő testvérem, hogy hogyan tekintesz önmagadra a keresség után. Gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Bizony a keresség után is megmarad ez a küzdelem egy életen át, a bűnnel szemben. De ne engedjetek az ő kívánságainak, a megromlott emberi természetünk késztetéseinek, a lustaságnak, az indulatoknak, mert ha ezt tennétek, vagy bárki is ezt tenné közülünk, akkor tagjainkat a hamisság fegyvereiül szánnánk oda az ellenségnek, amivel lerombolnánk szeretteink és a saját életünket is. Mert akit legyőzött a bűn, az annak a szolgája lett. Ha valaki legyőzte a bűn, az annak a szolgája. De Jézus Krisztus, a fiú, meg tud szabadítani. Ti viszont ne engedjetek a bűn, hogy a bűn uralkodjék rajtatok, hanem ehelyett hívjátok segítségül az Úr nevét. Szánjátok oda fegyverekül, az igazság fegyvereiül az Istennek a tagjaitokat. Milyen szép kifejezés ez, amit az előbb felolvastam a római levélből. Ha oda szántuk magunkat az Istennek, akkor a tagjaink és minden képességünk az Isten, az igazság hatékony fegyvere lesz. A többi ember között, a hamisság fegyvereivel szemben, azok, akik az Isten parancsolatainak akarnak engedelmeskedni, és oda szánták magukat az igazság fegyvereiként, gondoljátok el, hogy az micsoda hatalmas erő ebben a világban. Mert ott vannak azok, akik a bűn uralma alatt élnek, és az ő életük a hamisság fegyvereinek a vonzás körében zajlik. És bizony, amikor az igazság fegyverei és a hamisság fegyverei összeütköznek, akkor az Isten embere megtapasztalja, hogy egyedül Jézus Krisztusra van utalva ebben a küzdelemben. És szenvedésekben lesz része, de aki mindvégig kitart, azt mondta Jézus, az üdvözül. Két igére hívnám fel ezzel a küzdelemmel kapcsolatban a figyelmeteket. A Timóteushoz írott 2. levélből, a 2. fejezetből olvasok. A 3. verstől. De azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tetszedjék annak, aki őt harcossá avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Egy harcos sem elegyedik az élet dolgaiba. Ha valaki ennek a tanácsnak ellenére mégis túlságosan belebonyolodik az élet dolgaiba, akkor egy olyan hálóba fogja találni magát, amelyből sokkal nehezebb kimászni, mint hogyha hallgatott volna erre a tanácsra.
Ez egy olyan háló, amiben nem érdemes belegabajodni, mert utána az ember megmagyarázza saját magának, hogy ez miért jó így. Pál apostol azt kérdezi, mi köze van Krisztusnak Béliállal? Nem tudjátok, hogy aki a világ barátja akar lenni, az az Isten ellenségévé lesz? A másik mondat szerint pedig, csak aki szabályszerűen küzd, az koronáztatik meg. Kitől tudjuk megtanulni a szabályszerű küzdelmet? Ki volt az, aki büntelen volt ezen a földön? Aki egyszer sem esett el a bűnben. Egyedül Jézus Krisztus. Tőle tudjuk ezt megtanulni. Mert ő előttünk járt és győzött ebben az emberi testben. Fel szeretném olvasni erre vonatkozóan. Krisztus hogyan győzött? Hogy ti is tanuljátok meg ezt a zsidókhoz írott levél 5. fejezetéből. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. És tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek. Krisztus, amiket szenvedett, abból megtanulta az engedelmességet. Egyik hittestvérnő mondta el az egyik alkalommal, nem olyan rég nekem, hogy a szenvedésének egy újabb értelmét látta meg, amikor ezt a Biblia verset elolvasta, hogy még Krisztus is a szenvedésből engedelmességet tanult. Ha Jóisten ezt nem véletlenül engedi meg, azzal valami célja van, jelenformáló célja van. Azért, hogy mi engedelmes gyermekei lehessünk. Nem azért van, mert az Isten elhagyott. Hát pontosan, hogy azért van, mert azért próbál meg, mert ki akar ebből a kohóból, ebből a tűzből hozni valami nemeset, amelyen az ő képmása visszatükröződik. Miért van erre szükség? Azért, mert az emberi természetünk olyan, hogy amikor egy kis kényelemben van részünk, vagy lustaságban, akkor hajlamosak vagyunk az engedetlenségre, a törvényszegés útjára lépni, a bűn útjára lépni. A megpróbáltatás, a szenvedés jó nevelőeszköz az Úr kezében, arra, hogy engedelmeskedni tanuljunk, és az övéi maradjunk. A másik figyelmeztetés, amit szeretnék felolvasni, és akkor ezzel lassan bezárom a mai igehirdetést, Timóteushoz írott 1. levél 6. fejezetéből. A 11. verstől olvasom. De te, ó Istennek embere, kövesd az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Arra kaptál, kedves keresztelendő testvérem, meghívást a mai napon, hogy harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet, amelyre elhivattál, és szép vallástétellel már megtetted ezt, ha nágocsi gyülekezetben vagy, majd most meg fogod tenni ezt a vallástételt, sok tanú előtt. Nem tudom, hogy két dologra felfigyeltünk-e az igében. Az egyik, hogy a parancsolatot szeplőtlenül kell megőrizni, ezt még nem olvastam föl, ezt is felolvasom. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alatt, ama szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. A parancsolatot szeplőtlenül, fedhetetlenül kell megtartani, nem pedig félig meddig. Vajon melyik parancsolatról lehet szó? Névelő van előtte, hogy a parancsolat. Több minden is számításba jöhet. Mindenki először természetesen a fő parancsolatra gondol. Az Isten és a felebarát iránti parancsolatra gondol, amelyet Krisztus is a szívünkre kötött, és amelynek az apró pénzre váltása tulajdonképpen a 10 parancsolat. De lehet bármely parancsolat, amit a Jóisten elénk tár a Szentírásból, mert amivel találkozunk, azt kell, az életünk folyamán azt kell betölteni. De gondolhatunk Krisztus új parancsolatára is, amelyet az előbb idéztem a számotokra, hogy úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Arról ismerjenek fel, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Még egyszer elolvasok 1,5 Biblia verset, és akkor ezzel befejeztem.
De te, ó Istennek embere, kövesd az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget, harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet. Amen. Kedves gyülekezet, kedves keresztelendők, kedves vendégek, a nágocsi gyülekezet meghallgatta a három keresztelendőt, és a bizottság is, és alkalmasnak találta őket arra, hogy a keresztséghez, a szövetségkötéshez ideengedje őket, illetve Pécsett a gyülekezet bizottsága is meghallgatta a három keresztelendőt, akik tőlünk vannak, és egyöntetően támogatja mind a hármat abban, hogy szövetséget tudjanak kötni Krisztussal. Maux Csillát, Horváth Juditot és Táncos Andrást a tegnapi nap folyamán történt, meg ugyan Ágocson a meghallgatás. Kis Gergő, Kis Henrietta és Györke István szintén az egész gyülekezet ajánlja a keresztségre. Kérem szépen, akkor most álljanak föl a keresztelendők. Azok, bocsánat, csak azok, akik Pécsről jönnek a vallástételre. Kérdéseket fogok föltenni, igennel vagy nemmel kell válaszolni rá. Nyertetek-e megbizonyosodást a Biblia és a személyes tapasztalatotok alapján a személyes és szerető Isten létezéséről, aki Atya, Fiú és Szentlélek? Részesültetek-e Isten megbocsátó kegyelmében Jézus golgotai áldozata által, ami Isten irántunk való szeretetének a bizonysága? Megéreztétek ezt? Megértettétek-e, hogy Jézus Krisztus a mennyei szentélyben közben jár értünk? Vágytok-e arra, hogy Szent Lelke bennetek lakozása által erőt nyerjetek egy új, Krisztusban elrejtett élethez? Meggyőződtetek-e a teljes Szentírás Istentől való ihletettségéről? Elfogadjátok-e életetek zsinór mértékéül? Akartok-e a Szentlélek segítségével a Szentírásban található 10 parancsolatnak, mint az Isten örök erkölcsi törvényének engedelmeskedni, beleértve a 4. parancsolatot, a szombatnak a megtartását is? A Szentírásban találjuk azt is, hogy a mi testünk a bennünk lakozó Szentlélek temploma. Meggyőződtetek-e arról, hogy Isten tiszteljük azzal, ha testünket a legjobb karban tartjuk? Ezért készek vagytok-e emiatt tartózkodni minden olyan ártalmas tápláléktól, vagy dolog fogyasztásától, termelésétől, forgalmazásától, ilyen a tisztátalan ételek, alkohol, dohány, erős fűszerek, szükségtelen gyógyszerek, dopingszerek, ami egészségeteket rongálja? Meggyőződtetek-e arról, hogy Jézus második eljövetele a küszöbön van? Krisztus munkatársai kívántok-e lenni életetekkel, szavaitokkal, segítve az embereknek, hogy az ő eljövetelére ők is el tudjanak készülni? Elfogadjátok-e, amit a Szentírás a lelki ajándékokról tanít, beleértve a prófétaság lelki ajándékát is, ami a végidő egyházának egyik ismertető jele? El tudjátok-e fogadni a közösség, a gyülekezeti élet szükségszerűségét, illetve szándékoztok-e támogatni a közösséget személyes erőfeszítéseitekkel, jó befolyásotokkal, jövedelmetek tized részével, adományaitokkal, amint maga Isten rendelte el ezt az Új és az Új Szövetségben? Meggyőződtetek-e arról, hogy az advent mozgalom a bibliai proféciák által nevezett maradék egyház közössége, és ez a közösség minden népből, nemzetből és nyelvből embereket hív és fogad el? Vágyakoztok-e közösség tagja lenni? Igen. És végül, de nem utolsó sorban kérdezem, hogy szeretnétek-e, hogy Krisztusban és bűneitek megbocsátásába vetett hitetek nyilvános kifejezéseként Jézus példáját követve felnőtt, alámerítéses keresésben részesüljetek? Igen. Kedves gyülekezet, hallottátok a vallástételt, azok, akik támogatják abban, hogy ők ma meglegyenek keresztelve, kérem, tartsák fel a kezüket. Köszönjük szépen. Jézus életem, erőm, végén, Jézus nem.
Benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. És hálás szívvel hajtjuk meg fejünket most előtted. Szeretnék megköszönni, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy te munkálkodsz, és drága szent lelked munkájának még mindig vannak gyümölcsei. Köszönjük szépen, hogy most szemtanul lehetünk annak, hogy te drága a keresztelendő testvéreinket megszólítottad. Hívtad őket szent hívással, különböző körülmények között, különböző életutakon vezetted őket, kegyelmes voltál hozzájuk. És elérkezett az az idő, amikor ők a te szent lelked munkájára, a te hívásodra válaszoltak. És most a gyülekezet előtt szeretnék megpecsételni azt, hogy drága szent lelked által te újjászülted őket. Szeretnék
a régi életüket eltemetni a hullámsírba, és szeretnének feltámadni egy új életre, Jézusunk, te benned, és te általad. Köszönjük, Jézusunk, hogy te ebbe példát mutattál nekünk, és drága testvéreink, e példaadás nyomán most szeretnék azt megtenni, amiről Jézusunk, te azt mondtad, hogy ez igazság. Kérünk, hogy áld meg őket. Áldjad meg az ő életüket, és adjad, hogy valóban új gondolkodásmóddal, megszentelt élettel dicsőítsenek meg tégedet. Szerető Istenünk, te könyörgünk azokért is, akik most szemlélői a szent cselekménynek. Azokért is, akik talán először látják ezt a szent cselekményt. Istenünk, szent lelked által munkálkodj az ő szívükben is. És Istenünk, az ő életükben is szent lelked munkálkodjon. És segíts meg őket, hogy akkor és ott a leghelyesebb döntéseket tudják meghozni. És bárcsak mindannyian, akik itt vagyunk, oda tudnánk szentelni neked, Jézusunk, a mi életünket. Könyörgünk, Istenünk, azokért is, akik már régebben kötöttek szövetséget te veled, és talán kezd elhomályosodni e szent szövetségkötésnek az emléke. Kérünk, te elevenítsd fel ezáltal a szent cselekmény által, és segíts, hogy visszaemlékezve újból még jobban, még hitelesebben oda tudnák számni az ő életüket a te követésedre és a néked való szolgálatra. Úrunk, hallgass meg a mi imádságunkat, és még egyszer könyörgünk kedves keresztelendő testvéreinkért, és áldjad meg, hogy számukra ez az alkalom valóban egy felejthetetlen, és nem csak itt ezen a földön, hanem az örökké valóságban is emlékezetes alkalom lehessen. Jézusunk nevében, Jézusunk kegyelméért köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Amen. Kedves András, kedves testvérem, a te hited vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Én az Úr hívtalak el téged igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek. Kedves István, kedves testvérem, a te hidednek vallomására megkeresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Gergő, kedves testvérem, a te hited megvallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak
és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Adjad, Fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utamat megőrizzék. Kedves Henni, kedves testvérem, a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Bölcsé teszlek, és megtanítlak az útra, amelyen járni, és szemeimmel tanácsollak téged. Kedves Juditka, kedves testvérem, a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Senki a te ifjúságodat megnevesse, légy példa a hívőknek a szeretetben, a hitben, a lélekben, az igazságban. Kedves Csilla, kedves testvérem, a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Hát elfeledkezhetik az anya az ő gyermekéről, és ha ezek elfeledkeznének is, én te rólad el nem feledkezem. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész.
Drága testvérek, én sok szeretettel köszöntelek benneteket, és hát nagyon jó így látni titeket, nagyon meg vagyok én is hatódva, visszaemlékezve a saját keresztségemre. És tudjátok, én egy olyan ember vagyok, aki szeret adni, szeret ajándékozni abból, ami az övé. És én most egy zsoltárt hoztam nektek ajándékba, ami nekem úgy életemben olyan 5-6 évvel ezelőtt nagyon-nagyon sokat jelentett. És nem tudom, hogy van-e zsoltárotok, saját zsoltárotok, ami nem csak arról szól, hogy én szeretem ezt a zsoltárt olvasni, mert az az én kedvenc zsoltárom, hanem olyan zsoltárotok van-e, ami a tiétek, ami csak a tiétek, mert csak rólatok szól. Mert az Isten ezt a zsoltárt nektek adta. Hát én arra bátorítalak benneteket, hogy ha még ilyen nincsen, akkor legyen. Olvassátok sokat a zsoltárokat, mert nagyon-nagyon szép, csodálatos gondolatokat ad nekünk, adhat nektek. És én akkor szeretném átadni nektek azt, ami az enyém, az én zsoltárom. Addig, amíg nem lesz az Isten által nektek saját. 34. zsoltár, Dávidé. Mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt, és elment. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Dicsekedik lelkem az Úrban, hallják ezt a szegények, és örülnek. Dicsőítsétek velem az Urat, magasztaljuk együtt az ő nevét. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Akik őre elnéznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem virul. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak titeket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa emlékezetüket a földről. Ha igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik. A jó Isten áldjon meg benneteket. Kedves újonnan keresztelt testvéreim, azt a kedves megbízatást kaptam, hogy néhány útra való igét mondjak nektek, ami erőt és bátorítást adhat nektek azon az életúton, amit választottatok, és amin most már el is indultatok. A korintusi első levélből szeretném olvasni nektek a második versét. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Kedves testvéreim, én azt szeretném, hogyha a célt látnátok magatok előtt mindvégig.
Visszagondolok én is a saját keresztségemre. Azóta történt egy más olyan dolgok is az életben, amik jobban alakultak, mint számítottam, de olyanok is, amik rosszabbul. De nekem mindvégig ez adott erőt, hogy látom magam előtt a célt. Látom magam előtt azt, hogy hova igyekszek. Hívő életünk során sok minden nehézség érhet még. De nem szabad elcsüggednünk a nehézségek, a próbák, saját jellemünk fogyatékosságai miatt, és nektek sem szabad, hogy ezek ledöntsenek titeket a lábatokról, hiszen Isten készül a ti fogadtatásotokra a mennyben. Örvendezés van a mennyben egyetlen bűnös megtérésén, mondta Jézus. Most itt együtt kötöttetek szövetséget, nem egyetlen bűnös megtérésének lehettünk tanúi most, hanem többnek. Örvendezés van a mennyben, és Jézus készíti a helyet mostantól fogva nektek. Milyen helyet készít? Ezt olvashattuk itt, amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt. Bizonyára jártatok már szép helyeken, és mindenki szeretne az életében szép helyekre eljutni, és próbáljuk felidézni sokszor beszélgetéseink alkalmával, hogy mi volt az a legszebb hely, ahol jártunk életünkben. És ezen túl még láthattunk olyan képeket, vagy természetfilmeket, ahova soha életünkben nem fogunk eljutni, de egyszerűen gyönyörűséges és fenséges. Hallhatunk másoktól beszámolót arról, hogy szinte a mennyei tájakon járhattak. El tudtok képzelni szépet és jót. Az Isten ennél szebbet és ennél jobbat készít számotokra. Ezt a célt kell, hogy lássátok magatok előtt, mindvégig a keresztény életetek során, és erőt adhat ez nektek. Mi kell ahhoz, hogy ennek valóban részeseivé lehessetek, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt? Azt mondja az Isten, kiknek készíti ezt? Az őt szeretőknek. Egy feltétel van itt. Maradjatok meg az Isten szeretetében mindvégig. Bizonyára most nagyon boldogok vagytok, és közel érzitek magatokhoz Isten szeretetét. És emlékezzetek erre is később. Isten szeretete, ahogy ma lehajolt hozzátok, úgy hajolj le minden nap hozzátok. Csupán a saját magatartásunk és figyelmetlenségünk fátyolozhatja el ezt előlünk. Emlékezzetek vissza, és tekintsetek előre. Emlékezzetek vissza a mai napra, és tekintsetek előre arra, hogy mire kötöttetek szövetséget az Istennel. Szövetséget arra, hogy az ő szeretetében megmaradtok, és így elvezet benneteket oda, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. Hogyan lehet megmaradni az Isten szeretetében? Mi kell ehhez? Pál apostol Filippi beliekhez írt levelében, az első fejezetben ezt olvashatjuk, a 6. versben. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Lehet, hogy fognak nektek ilyet mondani az üdvözlésnél, hogy majd most kezdődik a neheze. És lehet, hogy van benne igazság, de gondoljatok arra, hogy ez nem a ti harcotok, ez az Úr harca. Aki elkezdte bennetek a jó dolgot, és ma elkezdte, az elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Meg kell maradnotok abban, amit az Isten nektek készített, az Isten szeretetében. Engedni kell csak a Szentlélek munkálkodását továbbra is, ahogy eddig engedtétek és elvezetett benneteket a megtérésre. Ennyi kell a növekedéshez. Az Isten munkálkodik bérettünk, az Isten keres bennünket, és csak azt kell, hogy ne álljunk ellene ennek. Hát, hogy felmerül bennetek a kérdés, hogy nem önzése az örök életre vágyni, és az örök életet kívánni magunkban, és oda vágyakozni, hogy minél hamarabb ott lehessünk. Csak nem valaki számításból teszi,
ha az Isten szeretete van benne, akkor egyáltalán nem önzés. Akkor nem csak jó és hasznos, hanem szükséges. Szükséges is erre vágyakozni és látni magatok előtt ezt a célt. Pál apostol is látta maga előtt ezt a célt. Szintén a Filippi levélben fogalmazta meg, hogy mi hajtja őt előre, hányattatott életútján. A Filippibeliekhez írt levél a harmadik fejezetéből, 12. verstől olvasom. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, melyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékig dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Pál apostol életútja nem volt könnyű. Mondhatni, bármelyikünknél nehezebb volt. Megveretés, börtön, állandóan ez volt az ő osztályrésze, végül pedig fejét vették. De mégis tudott örülni. Mégis tudta maga előtt látni a célt. Hogy fogalmazott, hova igyekszik? Célegyenest igyekszem az Istennek Krisztus Jézusban, onnét felülről való elhívása jutalmára. Látta, hogy ő az örök életbe, örök életre hivatott el. Arra hívta előtt az Isten, hogy ezt prédikálja másoknak, és ő maga is oda juthasson. Elárulja tehát, hogy mi volt az ő kitartásának a titka. És ezt kívánom én is, kedves mindannyiótoknak, hogy ti is soha ne felejtjétek ezt a célt. Mindig lássátok magatok előtt, mind a boldog időszakában az életeteknek, mind a nehezebb időszakokban, és ez mindig örömet és erőt fog nektek adni. Mi vitte előre tehát Pált? Az Isten szeretete és a felülről való elhívás jutalmának reménysége. Az Isten benneteket is elhívott. Ennek tanúi lehettünk ma is, és arra hívott benneteket, hogy az üdvösséget elnyerjétek, és oda vezessetek másokat is. Kedves testvéreim, még egyszer szeretném elolvasni ezt az igét, amit kívánom, hogy vigyetek magatokkal Pál apostol Korintusbeliekhez írt első leveléből a második fejezet, 9. versét. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen. Amen.